Sziasztok! Ez a videó egy tutoriál lenne, mégpedig arról, hogy hogyan kapcsoljuk ki a nemrég megjelent új emojikat a Messengerben. Nagyon sok embert zavarnak ezek az új jelek, szerintem is teljesen fölösleges volt ezt megváltoztatni, tényleg nekem sem tetszenek. Megtudtam, hogy ezeket hogyan lehet kikapcsolni és visszaállítani a régit, úgyhogy ezt most meg fogom nektek mutatni. Ugye, ha bemegyünk a Messengerbe, itt már minket az új típusú ilyen nagyon érdekes emojik várnak. Ugye meg lehet nyitni a régit is, viszont hogyha írjuk a chatbe, akkor ezek már átváltoznak az újjá. A teendő az pedig az egyszerűen, hogy visszamegyünk, itt rányomunk, hogy én, legörgetünk odáig, hogy fényképek és média, és itt a Messenger hangulatjeleket kikapcsoljuk, majd pedig bezárjuk a Messengert, és megnyitjuk újra, hogy megnézzük, hogy sikerült-e kikapcsolni az új fajta emojikat, és igen, sikerült. Tehát ha itt bemegyünk, akkor már látjuk a régi, jól megszokott szimbólumokat, és hogyha írunk a chatbe, akkor sem változik meg. Viszont ez csak mi látjuk így, tehát hogyha elküldöd valakinek az üzeneted, és neki ez az új pack van bent, akkor ő nyilván úgy fogja megkapni, tehát az új variációban. Ez egy sajátos megoldás, hogy lásd a régit, ha esetleg neked nem tetszik az új. Remélem hasznos volt ez a videó számatokra, és hogyha szeretnétek egy olyan tutoriált, hogy hogyan vettem föl az iPhone-om képernyőjét, akkor mindenképpen jelezzétek egy like-kal, és írjátok le kommentben. És hát ennyi is lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!